Szevasztok, sziasztok! Megjöttünk, itt van a legújabb videónk. Mit is fogunk csinálni? Kahootot fogunk játszani. Kahoot, tudjátok, a kvízjáték. És mit fogunk csinálni? Mit fogunk nézegetni? Milyen témánk lesz? Mondjál már valamit! Amerikai elnökök! Amerikai elnökök. Na, én mentem, sziasztok! Meg kell csinálnom egyedül. Gyere vissza! Igen, István megérkezett, úgyhogy ketten tudunk játszani, és most nem Modern Hop, hanem Modern Hippie néven sikerült beírnunk a... Így van, ezt a bonyolult feladatot már abszolváltuk is. Hol az egér? Hol az egér? Nem látom. Eltűnt az egér, elvitt a cica. Peti, hozz vissza. Kezdjük akkor, csapjunk a lecsóba. Na nézzük, itt egy amerikai elnököt fogunk látni, és ki kell találnunk, hogy az első, az Washington volt. Így van, tehát ezzel nagyon megkönnyítették. Szerintem megint ilyen óvodás szinten fogunk játszani, úgyhogy elnézést kérünk. Semmi probléma. George Washington Bush, jelen az más volt. Tehát Washington. George Washington, a legelső amerikai elnök. Kicsit más kategóriájú volt, mint a jelenlegi, de ne menjünk bele. Nézzük a következőt. He ended slavery. Abraham Lincoln. Ahogy mondod. Így van. Kicsit nehezebbre gondoltam egyébként. Igen. Ő itt Abraham Lincoln, aki ugye arról vált híressé, hogy... merénylet áldozata volt. Sajnos. Persze nem csak ő, de az egyik leghíresebb ő volt. Menjünk is tovább. Nézzük meg. Jól tippeltünk természetesen, mert hát profik vagyunk. Na, mindjárt eszembe jut a neve. Én nem néztem most, hogy mi ő. Ja, hát Roosevelt. Angol volt Roosevelt, nem? Dehogy, és a Roosevelt is egy elnök volt, de a World War II-ban valóban. Roosevelt, elnézést kérek, igen, ez egy kicsit ciki volt. Igen. Már igen. Egyébként, ahogy mondtad, hogy ugye Hoover-t mondtál, ugye? Igen. Tehát, hogy egy... elgondolkodtam. De hogy ez honnan jött, ez nem tudom. Azért, mert ha jól emlékszem, Hoover is ott volt valahol. Valahol a branchban. A gát környékén biztos ott volt. De ugye igazából ők nagyjából egy kalapban voltak. Ugye Eisenhower, Truman. Ők mind ültek a Fehér Házban. Na menjünk tovább! Elég a modern hippie eszmecseréjéből. De a lényeg, hogy jók voltunk. Ó, hát ez Kennedy lesz, ezt már most megmondom neked. Így van, a jó öreg John F. Kennedy, aki egyébként a kedvenc amerikai elnököm, és ebben jó nagy... ízlésre van. Köszönöm. Igen. Rendben. Nagyon-nagyon-nagyon sokat tett hozzá Ken Follett az évszázad trilógiájával, hogy ő lett a kedvenc elnököm, de tényleg... Ha nem olvastátok, mindenképpen olvassátok el, ha szeretitek a töri témát, mert zseniális a könyv. Pontosan, úgyhogy... ajánlani tudom, de tényleg nagyon jó elnök volt. De menjünk is tovább, igazából itt na, én azt látom, bukó van, mert... hogy... figyelj, Roosevelt, ő nem Roosevelt szerintem. Biztos, hogy Washington nem. Nyilván nem. Én Clevelandre gondolok, és nem a Family Guy-ra gondolok. Nekem az a név nem ismerős. Nem pont ezért. Roosevelt? Roosevelt. Hát jó. Menjünk tovább, ezt most bebuktuk, tudomásul vesszük. De csak ezért. Ezt tudjátok. Direkt volt. Na, nézzük. Gyorsan, már is a hatodik elnökünket fogjuk látni, aki nem a hatodik elnök volt Amerikában. Oké, itt megint be fogok égni már, érzem. Igen, viszont ez... honnan lehet tudni, hogy csak egy ilyen volt elméletileg. Az Thomas Jefferson, nem? De Jefferson szerintem nem így nézett ki. Nem, ő a Cleveland. Basszus, pedig őrá gondoltam. Esküszöm neked. Hát az előbb is őrá gondoltunk, aztán mégis Roosevelt volt, úgyhogy hagyjuk. Ezt bebuktuk, annyira mégsem. De óvodás szint, ez csak nem ütjük meg a mércét. Menjünk inkább tovább. Na. Igazából... Jefferson nem.
Bill Clinton nem, Nixon nem, kizárásos alapon marad a kék. Calvin Coolidge? Én azt mondom, hogy igen. Nem ismerem be valam őszintén. Ismeri, én sem ismerem, viszont a másik három... De miért Andrew Johnson-t? Én egyébként rátippeltem volna. De akkor miért nem mondtad? Mert te valamiért kizártad. De miért? Nem tudom. Mert ugye, vagy nem összekeverted Lyndon B. Johnsonnal? Az lesz. Mert az lesz, összekevertem. Én Andrew Johnsonra tippeltem volna, de hogy miért, azt egyébként ne kérdezzétek, mert az egy olyan Johnson, akit nem ismerek, és a képen szereplő úriembert sem ismertem. Nagyon a fontos, nem? A legfiatalabb. Huha. Jó, ezt én most teljes mértékben rád bízom, nekem már sikerült egy párszor beégnem itt az amerikai elnökökkel, úgyhogy itt most te választasz. Hát figyelj, nagyon hasonlít Barack Obama-ra, de nem ő lesz az. Ő kicsit fehér. Ugye igazából az itt a helyzet, hogy nem az elnök szerepel a képen szerintem, hanem az apja, mert hogy Kennedy volt a legfiatalabb egyébként, Theodore Roosevelt. Ha! De most, várjál, lehet, hogy én nem tudok angolul, de nem arról van szó, hogy ő volt a legfiatalabb azó. De az nem Kennedy? Hát Kennedy volt a legfiatalabb, nem? Nem, ezek szerint nem. Hát ez egy nagyon jó meglátás volt, köszönöm szépen. Én úgy tudtam, hogy na, Kennedy volt. Akkor az addigi legfiatalabb biztos, hogy ő volt, de nem tudom. Na nézzük, igazából... Ho-ho. Jaj, oh my god. Donald kacsa. Nem szabad ilyet mondani. De utalni lehet rá. Az Donald Junior Trump. Gyorsan eltesszük, gyorsan hogy el is pörgetjük lássuk a képernyőt. Menjünk tovább. A hippik nem szereti Trumpot. Oh, legrövidebb, na. Ó, hát ő már volt. Ő már volt. Hogy érted? Ez a kép, ez nekem ismerős. Ő már volt, nem? Nem, csak hasonlít egy másikra. Aha. Oké. Okay. De Harrison volt a legkedvesebb ideig, nem? Vagy Garfield? Garfield például utálta az összes hétfőt, tehát lehetséges, hogy az első hétfőn fel. Lehet, egyébként. Most Harrison vagy Garfield? Harrison vagy Garfield? Letelik az idő. Mondtam, hogy Harrison. Ügyes, érdemelsz egy pacsit. Köszönöm szépen. Meg jutalomfalatot is hozok mindjárt. Gyere, Pöti! Ő a macskánk egyébként. Ha jutalomfalatról van szó, akkor csak is ő. Egy videóban nem hajlandó megjelenni, de valahogy majd elintézzük, hogy lássátok őt is. Így van. Igazából ennyi lett volna a mai videó, sajnálom, hogyha nagyon unalmassá vált volna, de kicsit is tanultunk is belőle. És továbbra is kérem tőletek, hogy írjátok meg, hogy milyen videókat szeretnétek látni, milyen játékkal játszunk, stb. Minden visszajelzést nagyon szívesen fogadunk! Igen, ez lenne a lényeg, és lájkoljátok a videót, iratkozzatok fel, pacsizzatok, és élvezzétek az életet. Nagyjából ennyi az, amit szerettem volna mondani. Sziasztok! Bla 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 bla. Peace.